Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jönnek is Battlefield. Egy. Kicsit macer, amikor az ember több játékkal játszik, mindegyikről szeretne videót csinálni. Úgyhogy remélem mindenki türelmes, és így kivárja a kedvenc videóját, és még kor négy is lesz később. Nos, de jön most Battlefield egy és kértétek, hogy csináljunk ilyen uh, mapos videókat, hogy mire érdemes figyelni, taktikák, stb. a különböző mapokon, és őszintesszük, srácok, egy vallomás, Nekro hajnali négykor nézegeti a videóit, visszanézegettem, ugye, uh, uh, ami el volt már mentve videó, mi jelenetek, stb. és így kijelöltem őket uh, Total Commanderbe pirossal, beraktam egy lejátszási listába, és találtam egy videót, oh, azt mondom, ez nem kell, Shift, Delete, és úgy, hogy volt a teljes lejátszási lista, pirossal, ami ki volt jelölve a Total Commander szevasz, búcsú, bye-bye, és egy csomó videót újra kell most csináljak. Úgyhogy türelem. Mindent, ahogy mondtam volna, a sniperekről, térképekről, minden, minden, egy csomó videó volt. Bye-bye, egy ilyen két órányi videóanyagot kidobtam helyből. Tehát nem az, hogy a lomtár visszaállítás, nem, shift, delete. Úgyhogy, ja, jön most végig csak egy Battlefield videó, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos témáról, ami nagyon jól fog kapcsolódni majd a, a mapos taktikás Videókhoz, és remélhetőleg fel fogja nyitni így gyakorlatilag egy picit a szemeteket egy bizonyos dologra, amit még én is hajlamos vagyok el, elfelejteni. Pedig már jó pár ideje, ugye játszom súterekkel, és Kinek köszönhetem, hogy erre újra ráébredtem? Képzeljétek a Necronéra, ra Necroné mostanában újra e, rákattant egy kicsit a játékokra, és ez Battlefield 1-ben e, mutatkozik meg, úgyhogy mostanában is szeret játszani, de hát ugye nagyon kezdő, és nagyon sok minden próbálok átadni, és rájöttem, hogy az évek alatt, a, a, amit én mint videózom, játszom, stb., már nagyon-nagyon sok minden egyértelmű lett nekem. És, e, és ezt nekronél segített rájönni, hogy mennyi minden nem kéne, mint az a sok egyértelmű dolog, a, ami neki, nekem egyértelművé vált, de neki még nem egyértelmű, azok között van egy rettentően fontos tényező, amit még tapasztalt játékosok is, vagy tapasztalt játékosoknak is emlékezni kell e folyamatában, főleg, és ez nagyon igaz, főleg Battlefield környezetén belül 4, 3, egy, stb. De egyben ez, ez teljesen kitükröződik. És uh, ahogy nézem őt játszani, rádöbbentem egy olyan fogalomra, vagy nem is tudom, hogy fordítsam magyarra, angolul úgy hívják, hogy self-awareness, egy olyan, hogy, hogy mondjam, egy ilyen ön tudatosság, környezetre való uh, figyelem, és, és ez egy lényeges szempontja a Battlefield ennek. Egy kicsit körbeírom a dolgot, tehát amikor benne vagy a játékban adott térképben, mindegy, hogy ismered vagy nem ismered, rettentően lényeges, hogy a fókuszodat, a figyelmedet teljesen oda összpontosítsd arra a környezetre, ami körülötted van. Tehát fókuszáltan, tényleg célirányosan figyelned kell arra, hogy jobbra, balra, előre, hátad mögött mi történik a pályán. Mert hogyha kezded, kezded észrevenni a nüanszokat, az apró dolgokat, ott egy robbanás, ott egy scope megvillan, onnan jön egy tank, a közelemben lőnek. Ha ezekre így elkezdesz, egy kicsit... Felfigyelni egy ilyen öntudatosság van körülötted, a környezeted körül, kezdett felfogni, hogy mi folyik uh, körülötted, már is nagyban hozzájárulsz ahhoz, hogy, hogy egy megemelkedett játékélménnyel és a célod eléréséhez vezető úton sikeresebb legyél. Mert hogyha tisztában vagy, hogy mi zajlik körülötted a környezetedben főleg, akkor tudod, hogy mit kell elkerülni, mit nem kell elkerülni, mit tudsz lelőni, mit nem tudsz lelőni, ki tudsz hátba szólni, tehát egy ilyen teljes képet kapsz, mint amikor mondjuk Neo a Matrixban fölébredt, és a úristen, ez itt a valóság. Egy, egy, olyan áttörést fogsz elérni, és ahogy játszott Necroni, néztem, hogy mi, mi hibázik a játékában. Egész jól céloz, tehát egész jól céloz. Bemer menni a clusterfuck közepébe, kicsit elveszett volt a pályán, mert meg, meg kellett tanulnia, hogy az A és B be kell foglalni, be kell armolni, melyik a foglalási területet, az ilyen nagyon tipikusan kezdő dolgokat meg kellett neki értenie és tanulnia, de amint ezt megtanulta, és láttam, hogy nincs különösebb gond a célzásával, a jó reflexe, így, és, 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 és észrevettem, de mégis hal, valamiért meghal, nem nem értettem, hogy mi, mi, miért hal meg, Sok, hogy egyre többet néztem a játékát, rájöttem erre, hogy nincs tisztában a környezetével, hogy mi zajlik a környezetében, a sok robbanást, a sok, nem vesz észre, hogy ott ég valami, nem vesz észre, hogy rárepül egy gránát, nem vesz észre a gázt a pályán például, ez ilyen apró dolga, nem vesz észre, hogy, hogy elrepül egy golyó előtte, nem vesz észre a golyó irányát, és, és ezek mind-mind olyan dolgok, amit egy játékosnak muszáj észrevennie be, Battlefield Ez mind hozzájárul a, ahhoz a képhez, hogy jobb legyél Battlefield 1-ben. Észre kell vedd az ilyen aprósa, észre kell vedd, ha elsüvített egy golyó valahol, ha valahonnan valakit kilőttek, ha lelőtték a társadat előtted, akkor észre kell vedd, hogy lelőtték, hogy volt valami nem stimmel, észre kell vedd, hogy valahol gáz van, észre kell vedd, hogy valahol a dobnak, és ahol egy kráter van a földben, ott volt valami, és ott valami nem stimmel ha értitek, mire gondolok. És a következő fontos dolog, ami ebből következik, az az, hogy ne ignoráld azokat. És ez olyan fontos, mint a, a nem tudom, törvénykönyv. Ne ignoráld azt, amit észrevettél. Ne menj el mellette! Lelőtték a társadat valahol a szemed előtt, és te arra mész, vedd azt figyelembe, és menj, és öld meg azt, aki lelőtte a társadat. Felrobbant egy gránát valahol előtted, keresd meg a tulajdonosát a gránátnak. vintett egy golyó valahol előtted, gáz van valahol előtted, oda menj oda, és öld meg. Ez az környezetre felébredt ilyen öntudatosság az, ami hozzávezet ahhoz, hogy jobb legyél ebben a játékban. És nagyon lényeges momentum, kezdj el fókuszálni a környezetedre, és hogyha már meglátod az apró tényezőket, akkor azokat tudatosan keresd meg, és iktasd ki. Ha nem teszed meg, akkor folyton le leszel lőve 1-ben. Kezdő, nem kezdő, haladó, nem haladó. És ez, és ez nagyon fontos. Ha valami tudatosul benned a játékban, bármilyen információ, amit úgy gondolt, hogy veszély jelenthet rád, vagy a célodra, amit el akarsz érni a játékban, akkor azután érte kell menni és le kell lőni. És valamikor még nagyon régen, mikor még kezdtem az MV3-as videózásról, beszéltem is volt erről, csak teljesen kiment így a fejemből, mert annyira benne voltam ebbe, a, ebbe az egészben, hogy megfeledkeztem róla, mert nekem valahol már automatikus. És, és most én is újra elkezdtem jobban figyelni erre, és nagyon fontos, hogy nem megyek el amellett, amit észreveszek, nem hagyom ott, hogy á, úgyse lő hátba, á, úgyis kidobta a gránátját, á, úgyse lesz több neki gázgránátja, de van, és van még golyója, és van még gránátja, és van minden. Ne hagyd figyelmen kívül az információt, ami a képernyőn keresztül. Ö, áramlik. Srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy hasznos volt. hogy mit gondoltok erről a témáról, mivel járul, ö, járultok hozzá a -e dologhoz. Köszönöm a figyelmet, következő BF egy videókig, ami lesz majd térképek, stb. sniperek, blablabla, bla, tudjátok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!